Élt egyszer egy Oscar Ernst Bernhard nevű karakter, aki inkább Abdrusin néven került be a köztudatba, már amennyire egyáltalán bekerült a köztudatba. Ez az Abdrusin nevű karakter 48 éves korában kezdte el megírni, illetve lefektetni az életművét, azt a könyvet, amely az igazság fényében címre hallgat. Im Lichte der Wahrheit. Ezt a könyvet 3 éven keresztül írta, 23-tól 26-ig, 26-ban adták ki. Ez a könyv tartalmazza a grál üzenetet, a teremtés törvényeit. Behatóan foglalkozik az etikával, a belső tisztasággal, a személy belső etikájával, az igazság keresésével, illetve az igazsággal a személyben, a szellemi fejlődés fontosságával, a tudatosodással, egy szóval, az önismerettel, de ugyanúgy szó van benne emberi kapcsolatokról, sorsról, gondviselésről, halálról, a halál utáni életről, az emberi létezés céljáról, illetve céljairól. Összességében egy rendkívül komoly műről van szó, amelynek az utolsó fejezetében Abdrusin különböző dolgokat vizionál, és néha elég nehezen felfogható látomásokkal áll elő Isten természetéről és a spirituális világról magáról. Az 1930-as évek végétől viszont Adolf Hitler nem nagyon kedvelte a vallási és a spirituális csoportokat, és egyre jobban szigorította is az ellenőrzést a spirituális csoportok felett. Így aztán Abdrusin tanításai, amelyek egyáltalán nem voltak összhangban Hitler ideológiájával, és a náci hatóságok ideológiájával. Így Abdrusint be is tiltották, Abdrusin minden tevékenységét betiltották, őt magát pedig házi őrizetbe helyezték, ahol is élete végéig tartózkodott. A kormány Abdrusint így teljes mértékben kiiktatta, mondhatjuk, és megvádolták azzal, hogy tanításai ellentétesek a náci ideológiával, illetve az állam, a náci állam érdekeivel. Aztán, ahogy mondtam, Abdrusin innentől haláláig teljes visszavonultságban élt. A könyve pedig csak a világháború után vált újra elérhetővé a nyilvánosság számára. De mi ez a könyv, mi ez a veszélyes filozófia, amelyet Hitlerbe kellett, hogy tiltson. A nácik próbáltak létrehozni annak idején egy saját német nemzeti vallást, amely összhangban állt volna a náci ideológiával, de a náci nemzeti vallás tervei aztán valahogy nem valósultak meg. A náci vezetők egyébként, különösen Heinrich Himmler, eléggé behatóan és komolyan foglalkoztak okkult tanokkal, és asztrológiával is egyébként, numerológiával úgy szintén. Ebben a náci nemzeti vallásban olyan elemek voltak, mint a faji felsőbbrendűség, különböző ária mitoszok, ária szimbolika, ária miszticizmus, ős germán pogány hitvilág, és maga Hitler, aki ebben a vallásban egy központi helyet foglalt volna el, mint a német nép megváltója, úgymond. Voltak itt himnuszok, felvonulások, szertartások, ezeket még ismerjük is nagyjából filmfelvételekről, de voltak itt ikonok, szimbólumok, és mindez már a korai gyerekkortól be lett vezetve társadalmi szinten, hogy az egész társadalmat áthassa nyilván,
ez az új vallás, és ennek az új vallásnak az elemei. És akkor feltűnik ez az Abdrusin nevű karakter, és elkezd veszélyesnek látszani, és veszélyes dolgokat prédikálni, és leírni. Megjegyzem, hogy Hitler számára nyilvánvalóan minden olyan eszme, amely nem állt összhangban az ő ideológiájával, potenciálisan veszélyesnek minősült. Teljesen érthető. Hitler egyébként fiatal korában katolikus neveltetést kapott, gyermekkorában el is járt a templomba, és részt is vett a szentmiséken, és így tovább. De felnőtt korára teljesen eltávolodott a katolikus egyháztól, illetve a vallástól. Ezért Hitler és maga a náci gépezet ellenséges volt a kereszténységgel szemben is. Különösen a katolikus és a protestáns egyházzal szemben, mert ugye ezek az intézmények független hatalmi központokat képviseltek. Ezeket Hitler nyilván nem akarta. Ezek a független hatalmi központok veszélyeztették volna a náci állam abszolút hatalmát. Persze Hitler maga időnként használt keresztény terminológiát, de valójában a vallást is kizárólag eszközként használta. De vissza Abdrusin filozófiájához. Abdrusin hangsúlyozza, hogy az embereknek törekedniük kell az igazság megtalálására és az igazság megértésére, de minimum keresniük kell az igazságot, mert az igazság keresése elengedhetetlen. Egyébként az ember nem éri el az önismeret magas fokát és a belső tisztaság magas fokát. Ezt tanította Abdrusin. Abdrusin szerint egyébként az univerzum rendkívül szigorú és megváltoztathatatlan törvények alapján működik, amelyek az embernek nem feltétlenül érthetőek, de ha az ember ránéz ezekre a törvényekre, akkor meg fogja őket érteni, és könnyen tudja majd ezeket követni. Ezek a törvények magukban foglalják a szellemi és a fizikai világ működését. Abdrusin alapvetően tanított a karmáról is, miszerint minden ember felelős a saját sorsáért, és a saját tettei következményeiért, és ezeket a következményeket viselnie kell mindenkinek. Azt tanította, hogy minden cselekedet visszahat az egyénre, és a reinkarnáció, az újra születés során az egyénnek lehetősége van tanulni és fejlődni a különböző életek során. Ez volt, amit tanított elsősorban. Azt is tanította, hogy az ember szabad akarattal rendelkezik, ami lehetővé teszi számára, hogy a döntéseit meghozza. Ezzel viszont kéz a kézben jár a felelősség is, hogy az ember a saját tetteiért és a saját döntéseiért felel, illetve felelni fog. Az önismeret és az igazság keresése érdekében az embernek időt kell szánni a meditációra, megtisztítani a gondolatait, és kapcsolatba kerülni, kapcsolatba lépni a belső igazsággal, amely a szemében lakozik. Abdrusin szerint erre kell törekedni. Törekedni kell egy etikus életre, amely összhangban van a teremtés törvényeivel. Ez volt az egyik legalapvetőbb mondása. Ez magában foglalja persze az őszintességet, a tisztességet, a mások iránti tiszteletet. Ez adja ki az Abdrusin féle etikát, és mindez az összhang a teremtés törvényeivel így keletkezik. Abdrusin filozófiájának végső célja az volt, illetve az, hogy a személy elérje a szellemi megvilágosodást, a belső tisztaságot, amely összhangban van a teremtéssel, illetve a teremtés törvényeivel.
És mivel a náci rendszer nyilván igyekezett ellenőrzés alatt tartani mindenféle vallási és spirituális mozgalmat, hogy ezekből még véletlenül se válhassanak hatalmi központok, ezért Abrusin, ahogy már mondtam, élete végéig ki lett iktatva. És szeretném megjegyezni, hogy a legtöbb keresztény teológus és vallási vezető is kritizálta Abdrusin tanításait és az életművét, mivel azok merőben eltérnek a hagyományos keresztény doktrinától, vagy doktrináktól. Nyilván a reinkarnáció, a karma és a teremtés törvényeinek ilyen szintű hangsúlyozása, mindezek nagyon nem illeszkedtek a keresztény teológiába. Szerintük Abdrusin egy új vallást hozott létre, és azt mondják, hogy abszolutista. És Abdrusin tanításai valóban nagyon sok ponton rendkívül szigorú tanítások, és magas etikai követelményeket támasztanak a követőkkel szemben. És van itt még más is, ahogy az elején már mondtam, a könyv utolsó fejezeteiben vannak leírások Isten természetéről és a spirituális világról, illetve spirituális világokról. Na most, ezek többnyire extrém misztikusak, vagy mondjam azt, hogy vizionáriusak, nehezen érthetőek, vagy hihetőek, és sokan sima fantazmagóriának tartják őket. Itt rengeteg a személyes, misztikus élmény, víziók, illetve látomások, és ebbe aztán abszolút belekötöttek Abdrusin nézetei Istenről és a spirituális birodalomról. Jelentősen eltérnek a hagyományos keresztény, vagy a hagyományos zsidó, vagy a hagyományos iszlám teológiától, de egyébként mindenféle teológiától eltérnek, mondhatjuk úgy, hogy minden teológiától, mindentől, amit ismerünk, mindentől eltérnek. Az utolsó fejezetben ezek a jelenetek egy olyan spirituális világban játszódnak, amely sokak számára egyszerűen fantasztikus. Azok számára, akik nyitottak a misztikus és a spirituális élményekre, ezek a jelenetek igenis nagyon mélyen inspirálóan hathatnak, illetve inspirálóak lehetnek, viszont akik szkeptikusak, azok ezeket a jeleneteket extrém problematikusnak fogják találni. Számukra ez nagyon problémás lesz. Facebook arc.ciprus